Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Közeledik Ajka város 60 éves évfordulója, mármint a Várossá Nyilvánítás 60 éves évfordulója. Köszönöm a stúdióban Üveges Sándort, aki most programigazgatói minőségében van itt, mégpedig a 60 éves évfordulós program igazgatójaként. Jó estét kívánok, szervusz. Jó estét kívánok, szervusz, üdvözlöm a nézőket. Az első kérdésem mindjárt az lenne, hogy a 60 éves évforduló az még több mint két év. Nem korai elkezdeni, ezt tudom, hogy nem mert két héttel korábban nekiáll nyilván, de azért több mint két év, az egy kicsit, mint a soknak tűnne, vagy a sugar. Hogy valami rendkívül nagyszabású programra készülhetünk. Addig, amíg az első megbeszélést nem zajlottam, ugyanez volt bennem is a kérdés. Amikor lezajlott és megtudtam, hogy a program sorozat legfontosabb első része miről szól, miből áll, inkább az ellenkezője jutott eszembe, hogy lehetett volna három évvel korábban elkezdeni. Mégpedig akkor térjünk rá részletekre, program sorozatról beszéltél. Igen. A legfontosabb, és ezt vállaltam, polgármester úr találta ki, egy olyan sorozat rész, ami arról szól, hogy az egyes település részek az elmúlt 60 év utolsó, ezek szerint kettő évéből, milyen szemmel látható és kézzel fogható fejlődésen mennek majd keresztül. Az innovációs része, az ajkai kötődés része, különféle elemekből tevődvén össze, ki ad majd egy összképet minden település részre, tehát talán érzed, és érzik a nézők is, hogy ugyanaz a váza, mint az elmúlt a 800 éves. Igen, ezt akartam mondani, hogy akkor ez valami hasonló lesz. Igen, mindenki a saját területén belül mérhetővé teszi, és mérni is fogja azt, hogy bizonyos szegmensekben mennyit fejlődik az elkövetkezendő kettő évben. Mondok egy konkrét példát, néha rébuszokba beszéljek. Polgármester úr a legjobb tudomásom szerint nem sokkal ezelőtt, pár héttel ezelőtt tudott szerezni egy szűrőbuszt kölcsön Ajkának, ami arról szól, hogy az egyes település részeken meg fogjuk hirdetni az egészségügyi szűréseket. Különféle szegmensekben, hogy mik nem avatkoznék bele, de többfajta. Ugye ez Ajkán nem újdonság, mert hiszen pár évvel ezelőtt lebonyolított sok-sok szűrőprogramot már a város. De most egészen konkrétan arról fog szólni, hogy Bódén hányan fognak elmenni ebbe a szűrőbuszba, vagy erre az egészségügyi szűrésre 2018-ban, 2019-ben. Akkor Tósokon, Berénden, vagy ha együtt akarnak indulni, majd egyelőre úgy néz ki, hogy most együtt indulnak, akkor Tósok-Berénden. Most ezt nem úgy kell venni, hogy Tósok-Berénden mondjuk laknak 6000-en, és akkor ott elmennek 600-an, a 10%, Bódén meg laknak 600-an, és akkor ott elmennek 72-en, az meg már ilyen lényegesen több, tehát arányítani fogunk. Bocsáss meg, valami kis versenyszerű lesz, hogy teljes ember tudnak megmozdítani. Teljes mértékben. Ennek a tematikáját nem is mi fogjuk kidolgozni, hanem városunk vezetése felkért egy egyetemi tanárt arra, hogy dolgozza ki ennek a konkrét és vitathatatlanná váló pontozási rendszerét, gondolkodási szisztémáját, és kvázi egyfajta ilyen étlapot, egy menüt juttasson el majd Ajka városába, amit aztán mi ki fogunk tudni adni, és ennek, meg hát pont azért, hogy a pontozással ne legyenek gondok, az értékeléssel ne legyen gond, és aztán ez fog a végén kiadni egyfajta eredménysort, ha tetszik úgy, hogy rangsort, és annyira verseny, ahogy kérdezted, olyannyira verseny, hogy azt is bejelentette már egy szervezőbizottság értekezleten a polgármester, hogy lényegesen magasabb pénzdíjak lesznek, mint amilyenek a 800 éves versenyen voltak, pedig az sem volt semmi, mert 9-6-4 millió volt a három győztesnek, és aki részt vett benne, az mindenki kapott 2 milliót. Most pontosan erre azt mondom, hogy már az sem volt kevés. Hát nem. Az sem volt kevés, és nagyon-nagyon sikeres volt, azt gondolom, aki 800 évesre visszaemlékezik. Tényleg nagyon megmozgatta a városrészeket, nagyon-nagyon szép produkció születtek, úgyhogy előre vetíti már, ugye predesztinálja a következő sikert, reméljük legalábbis. És azt is meg szeretnénk meglovagolni, mert ugye az végül is egy-egy műsorra futott ki, és az egy-egy műsor kifutott valami egy egészen más, egy nagy, a Vándorfi Lászlóék, a Pannonhalmi Színházasoknak a gála estjére ebbe csúcsosodott ki. Ilyen, ehhez hasonlót szeretnénk mi is megvalósítani, mégpedig nem a 800 évről,
hanem a 60 évről. Én szeretném elérni azt, még nem dolgoztam ki teljesen a formáját, szeretném elérni azt, hogy minden település rész valamilyen művészeti produktum formájában mutassa be azt, hogy ő mit kapott az elmúlt 60 évben attól, hogy csatlakozott városunkhoz, és ő mit adott, mit rakott be a közösbe ez alatt a 60 esztendő alatt. Most ezt úgy szeretném, de most nem egy ilyen külön alkalmat gondoltam, hogy ez így működjön, hanem minden településnek van egy saját ünnepe. Nem, van ott, ahol, van olyan, ahol nem is csak egy, hanem több is van. Egy-egy ünnepet kiválasztanak a településrészek, az egykori falvak, és azon mutatják be azt a bizonyos alkotásokat, ha úgy tetszik, teljesen mindegy, hogy mi. Írnak egy kórusművet, előadják. Készítenek egy fotókiállítást, megnyitják, bemutatják, végig kalauzolnak. Készítenek egy-két-három-tíz jelenetet. Önálló darabban jelenik. Abszolút mindegy, hogy mi. Csak ezt nekünk előre tudni kell, ugyanis azt is elhatároztuk, hogy minden egyes ilyesfajta produkcióhoz az állandó zsűribe hívunk egy neves szakértő vendéget. Műfajnak megfelelően. Hogy a nagyságrendet tudjam érzékeltetni, nem pedig a egyik kedvenc fotóművészemet. Ha mondjuk valaki fotókiállítással jelentkezik, akkor olyan nagyságrendű fotóművész szeretnénk meghívni, mint például a Keleti Éva. Ha színdarab, akkor mondjuk egy Kovács Adélt. Ő a kedvenced? Nem, csak éppesség a színházigazgató ő is, és nagy név a szakmában. De Jordán Tamás. Jordán Tamás, így van, tehát lehetne sorolni, így van, csak hogy én mondom, hogy a színvonal az. És hogy lokálisak is legyünk egy kicsit, a Pataki Bandéről ne feledkezzünk meg, aki a Polányi Passiót csinálja most már, és állítólag jövőre újat fognak alkotni. Igen, szóval pont erről van szó. Ez a másik része a dolog. Kezdem érteni a két évet. Tehát kezdem érteni, innen nézve valóban kell a két év. Mondtad, hogy ugye szervezőbizottság, illetve mint programigazgató vagy most itt, ez feltételezi, hogy van egy grémium, amelyik ezt összehozza, felügyeli. Lehet tudni, hogy kikből áll? Persze. Minden településre saját maga választott egy delegáltat a szervezőbizottságba. Többnyire ők azok, akik a 800 évesnek is a motorjai voltak, vagyis olyan, hadd mondjam ezt eléggé nagyképpen, hogy olyan kollégákkal dolgozhatunk a szervezés folyamán, akikkel ismerjük egymást, tehát dolgoztunk már együtt, hogy tudjuk, hogy kik ők. Ezen kívül a Pannonvár Színház természetesen biztosítja a mentorokat ugyanúgy, mint azóta is folyamatosan, tehát a 800 év után is folyamatosan megvannak a mentorok, tehát így alakul össze. Ajkát egyébként a polgármester képviseli, mert hogy minden településnek, település résznek megvan a maga vezérképviselője, Ajkára értelemszerűen a polgármestert kértük fel, hogy ő legyen az, aki Ajka városát képviseli, de hát rajtuk kívül hát a Bábics faliék, hát nélkülözhetetlenek. Akkor olyan fantasztikus emberek, mint az Andika, az Alapi Kristályvölgyért Egyesület elnöke. Tehát csak olyan emberek, akikkel mi már együtt dolgoztunk, mégpedig hasonló nagyságrendben. Most volt a második értekezlet, elkészült róla a jegyzőkönyv. Én azon sajnos nem tudtam részt venni, a jegyzőkönyvet elolvasván azt mondom, hogy lesz dolgunk szeptemberben, amikor újra összeülünk. Ezt nem kértlem hallgatva az eddigieket, lesz bőven dolgotok. Nagyon fontos dolog, hogy itt kezdenek körvonalazódni a feladatok a városrészeknek, most akkor így mondom. Mikor fog megjelenni a hivatalos kiírás? Hiszen ugye valóban nagyon nagy munkával kell rákészülni erre, nagyon nagy szervező munkával kell rákészülni, és nagyon fontos, hogy minél előbb konkrétumokat tudjanak a városrészek. Maga a program sorozat az 2017. december 31-ével indul. Tehát addigra mindenki minden tudni fog. Ehhez nekünk legelőször tudni kell azt, hogy a professzor úr milyen tematikát gondol. Le kell ülnünk, azt meg kell vitatnunk. Azt a szervezőbizottsággal át kell folyatnunk, és csak miután ez mind kikristályosodott, akkor írjuk ki. A kiírásra nem vagyunk elkésve tekintettel arra, hogy értekezletek már voltak, amikről mindenki tudja, hogy mit kell csinálnia, milyen területbe kell gondolkodnia, mert ez sajnos fáj, mert gondolkodni kell. Tehát ez azzal indul,
hogy itt nagyon mindenkinek ki kell találni ezt, hogy ő nem akar tüdőszűrni, ő csak cipőméretet akar, szóval teljesen mindegy, hogy melyek azok a szegmensek, de hozzák ők maguk az ötleteket, tehát a település részek hozzák be az ötleteket, amiből aztán mi dolgok. Nemrégen forgattunk az ATV-vel a Hazahúzó című műsorban, azt mondja nekem a riporter kollega, hogy tudod, mi a legfurcsább az egészben? Hát én most már 7 éve csinálom ezt a műsort, de Ajka az első olyan hely, ahol tényleg kíváncsiak az emberek véleményére. Sehol nem kérdezik meg, hogy az emberek mit akarnak. Ti meg mindent azzal kezdtek. Tényleg. És tényleg. És tényleg. És tényleg. Igen, nyilvánvaló, hogy azért a munka, az előzetes munkák is anyagi feltételekhez kötöttek. Nem tudom, hogy valamilyen szinten számíthatnak-e a városrészek a város előzetes támogatására. Hát ez alapfeltétel, mivel, és ez megint programfüggő. Tehát amikor ugye megvan a kiírás, el tudják vállalni, mit tudnak elvállalni, amit el tudnak vállalni, ahhoz képest kell adni anyagi forrást, mert ha belegondolok, a 800 évesben minden település rész kapott, olyan furcsa nekem ezt a hosszú szótlani település rész, mert sokkal egyszerűbb lenne, hogy ők használják, hogy a falu. Mert ők azt mondják ám, hogy a falu. De nekünk azt kell mondani, hogy a település rész kapott 300-300 ezer forintot a költségekre. Én úgy tudom, de ez nem hivatalos, én úgy tudom, hogy jóval meghaladó mértékben járultak ehhez hozzá a település részi vállalkozók, sokszor akár milliós nagyságrendben is. Én ugyanis például visszaemlékszem a Bakonygyepesiek műsorára, azt, amit ott felállítottak a kiállításban, a produktumokban, az 300 ezerből nem lehetett kihozni. Ott tehát a vállalkozók simán belenyújtottak, de mindenhol. Mindenütt. Ha csak Bódéra gondolok, az a gyümölcs, meg zöldség mennyiség, meg kaja mennyiség, amit ott fölvonultattak, az se takarta be a 300 ezer forint. Ott is rendkívül bele kellett nyúlni egyéb más embereknek a zsebükbe. Őszintén szólva erre számítunk most is. Igen, ez itt a reklámhelye. Ez a reklámhelye, lehet mondani. De azért is jó, hogy erről beszélgetünk, mert lehet akkor már készülni, lehet tervezni. Félretenni a sok pénzt. Mindenféleképpen. A másik kérdés, ugye említetted az előbb, hogy várjátok a javaslatokat, hogy hozzák a városrészek. Most itt azt kérdezném akkor, hogy ezek szerint akkor lehet javaslatokat tenni? Hogyne. Lehet javaslatokat tenni, akár magánszemélyek, civil szervezetek jöhetnek? Akkor én most haréljek vissza a helyzetemmel. Na. És mint a fekete. Hiszen tudom, a Kovács Adélt akarod. Szeretném egyébként, de mint a társaság elnöke, most nem kibrottan a Kovács Adélt. Ja, most mint a társaság elnöke, én nem a Kovács Adélt szeretném, hanem én nekem régi álmom, vágyom, amit már sokszor elmondtam. Fogadjuk a fekete szobor. Nyert. 2 éve ezt hallom tőled, hála a jó Istennek mindenhol, és szerintem ezt már mindenki tudja, hogy nagyon szeretnél egy fekete István szobrot. De semmi konkrétum erről még nincs. Életnagyságú fekete István szobrot most már van. Na. Ugyanis én Rénes Attila szobrászművésszel elkészítettem a tervet, a szobortervet, amit meg is tudom mutatni majd a nézőknek. És én azt szeretném, hogyha a 60 éves évfordulóra ez valamilyen formában megvalósulna. Tudom, természetesen vannak prioritások, nyilván hatalmas költséggel jár. Én csak szerény javaslatként ezt szeretném föltenni, illetve köztudatba betenni. Aki még... Hát ez lehet, hogy szerény a javaslatot, szerintem meg gazdag. Ugyanis mikor máskor, ha nem egy ilyen jeles alkalommal lenne éppenséggel érdekes a történet, azzal együtt, hogy nem tudom, már biztos mesélted a nézőknek más műsorokban, hogy hát azért indul itt másfajta projekt, és művészetileg és szoborilag, nevezetesen, hogy szeretnénk, hogy minden körforgalomban valamiféle művészeti alkotás kerüljön, de ha arra gondolok, hogy annak, hogy Gáspár Jánosék, Dzsajfrigyesék annó milyen munkának álltak neki, amikor Fekete Istvánnal és Molnár Gáborral kapcsolatban a városnak középmúltat generáltak azzal, hogy neki láttak felkutatni, feldolgozni, népszerűsíteni. Szerintem Fekete István, akinek tudomásom szerint az Ajkai szigeten lévő mellszobrán kívül más emlékműve, ja, meg a Samu Katalin szobrok, amik ott vannak, hát ott körülte, hol törve, hol nem törve, nincsen, de mindenképpen meggyőzöm. Van egy ötletem. Te tagja vagy az Ajkai Minőség Tanácsának, hozzám hasonlóan.
felkérlek rá, hogy hozd be a minőségtanács legközelebbi kora őszi ülésére. Egyet tudok biztosan megígérni, személyes támogatásomra teljes mértékben számíthatsz, és tudom, hogy a minőségtanácson belüli kollégáink támogatásra is számíthatsz. De kérlek, hozd be, terjeszd be, mutasd meg, hadd nézzük meg mi is, hogy miről van szó. És egy garanciát már tudok, a DNS Attilát. Tehát az Attila, aki annak idején a Stonehenge-t elkészítette, aki már is kettő körforgalmat alkot, aki a Bányász család tüneményes szobrát a Bányász telep végén elkészítette, és különben is hát a DNS Attila az házi szobrászművészünk, hál' Istennek, hogy ő az, és nem esetleg igen, az ő neve garancia, ő az ez, ő neve ez biztos, garancia. És azért is őt kértem meg, ővel készítettem el a szobortervet, ami nekem személy szerint nagyon-nagyon tetszik. Nekem tudnám valamit mutatni, hogy fog kinézni ez a szoba? Természetesen, jó. Ezt meg fogjuk mutatni, be fogom vinni a minőség tanács ülésére is, és előre köszönöm a támogatást. Ne viccelj már, természetes. Sándor, azon kívül pedig nagyon-nagyon jó munkát kívánok, sok sikert kívánok nektek, neked személy szerint is az egész szervezetnek, aki ezt a 60-es évfordulót összehozza, úgyhogy várjuk kíváncsian és szeretettel, hogy köszönöm lesz. Szépen a jó kívánságukat, de számítunk rád is, mint ahogy az előzőben is számíthattunk rád. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönöm.